Tatár Máté László, Debreceni Vörös Marti Mihály általános iskola 7. osztályos tanulója. Nasreddin Hodzsa történetei. Az éhes Hodzsa és az egyszeri falu. Nagy volt az egyszeri faluban az éhínség. Épp arra felé járt kelt a Hodzsa. És mert üres volt az ő tarisznyája is, összecsődíti a falu véneit, és így szól hozzájuk. Vagy előálltok kellő ennivalóval, vagy azt cselekszem meg a ti falutokkal is, amit a minap tettem meg egy másikkal. Megijed a sok öreg, és annyi ennivalót hordanak neki össze, amennyit csak tellett tőlük. Hozzálát a Hodzsa, és amikor már jól teletette magát, kérdezik tőle az öregek, hogy mit is cselekedett meg azzal a másik faluval. Azt feleli nekik a Hodzsa. Amint betértem a minap hozzájuk a szomszéd falutokba, harapnivalót kértem tőlük. Nem adtak semmit, hát kaptam magam és ott hagytam őket. Ha ti se adtatok volna semmit, a ti falutokat is úgy hagytam volna oda. Nasreddin a szószéke. Mikor Hodzsává lett Nasreddin, és szószékre kellett lépnie, így kezdi beszédjét. Tudjátok-e, ó igaz hívők, hogy mit leszek most nektek mondandó? Honnan tudnánk, bizony nem tudjuk mi, válaszolják a hívők. Ha nem tudjátok, akkor hiába mondanám én is, szól és leszáll a szószékről. A rákövetkező pénteken megint felmegy a szószékre, és megint csak azt kérdezi híveitől, hogy tudják-e, mit akar nekik mondani. Tudjuk, tudjuk, felelik furfanga vissza. Na, ha tudjátok, akkor minek mondjam én el? Szól, és megint leszáll a szószékről. Összenéznek a hívők, és megbeszélik egymással, hogy hogyan fognak majd ki a Hodzsán. Harmadik volt a péntek, amikor megint elkezdi a szószékről. Tudjátok-e, ó igaz hívők, hogy mit leszek most nektek mondandó? Egymásra mosolyognak a hívők, és egyrészük azt feleli, hogy tudjuk, a többi pedig azt, hogy nem tudjuk. Bejó, feleli a Hodzsa. Ilyen módon majd elmondják, akik tudják, azoknak, akik még nem tudják. Szól és leszáll a szószékről. Nasreddin és a padisa. Egy árva fillérjese volt egy nap a Hodzsának. Búson ödöngött a városban, eszébe jut a rézüstje, amit Timurlenktől kapott. Bört feszít ki rajta, és kiállt vele az utcára, hogy túladjon rajta. Közben pedig jó nagyokat dobol vele, hogy országvilág hallja. Az uralkodó is hallja a nagy dobolást. Hírt adok magának, és magáré parancsolja a Hodzsát. Mit dobolgatsz az utcán? Kérdi tőle Timurleng. Minek veregeted úgy azt a rézüstöt? Padisa ura, feleli a Hodzsa. Túl akarnék rajta adni. Az üstön, a dobon? Csodálkozik az uralkodó. Hisz azt kedvelted a legjobban. Hisz azért kérted, hogy dobolni is lehessen rajta, meg főzni is lehessen benne. Tám bizony ráuntál? Nem éppen, feleli tettetett zavarral a Hodzsa. De se kedvem a muzsikáláshoz, se hozzávalom a főzéshez. Értem, mosolyog a padisa. Na majd segítünk rajta valahogy. Elgondolkozik egy kissé a hódító, és azt kérdi a Hodzsától. Hodzsa effendi, módodban áll a választás. Mit akarsz inkább? Egy zacskó aranyate, egy pompás szamarate, egy nagy gyufalkáte, avagy egy gyümölcsös kertet. Legott kész volt a Hodzsa a felelettel. Tán inkább az aranyat ad, hogy összeszedjem magam. Aztán a pompás szamarat, hogy ráülhessek, és hogy könnyebben terelhessen vele a gyufalkát, és hogy kényelmesebben ügessek a gyümölcsös kertbe. Amit oly kegyesen nekem ígértél. A gyümölcsösben pedig a te dicsőségedért, a te hatalmadért, a te testi, meg lelki üdvösségedért fogok az egyigaz Allához imádkozni. Jót nevetett a szavain az uralkodó, és mindent kapta, amint kívánt, volt a Hodzsa.